Tehát foglaljatok helyet, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Kell, hogy látszódjék, hogy az Úr öröme a te erősséged, és nem kell, hogy ilyen, egy ilyen tudományos vizsgálatnak vessenek alá téged, hogy mikroszkóppal találják meg benned az örömöt. Nem olyan pici örömöt akar adni az Úr, hanem nagy örömöt akar adni az Úr és a, a báztorok is, amikor hallották az angyalok szavát, akkor mondták azok, hogy nagy örömöt hirdettünk nektek. Nem kis örömöt, hanem nagy örömöt. Azért van, hogy a figyelmed nem teljesen ott van, ahol kéne, és hogyha a világban levő dolgokra nézel, akkor nem sok örömöt találsz benne. Viszont ha az Úr Jézusra nézel, akkor, és az ő beszédére nézel, akkor az öröm föl tud fakadni a szívedbe, és az Úr öröme tud lenni a te erősséged. Tehát Úr öröme a te erősséged. Az Úrnak, nincs, az úrnak van bánata, és már bánkodik a bűnös halála miatt, meg bánkodik, hogyha valaki bűnbe esik, vagy ha rossz csinál, de, de amúgy alapjáraton az Úr öröme, az, ő erő, az Úrnak öröme van. Egy boldog Istenünk van, nem megboldogult, hanem boldog Isten. Ő folyamatosan örül. És a csipkebokorba lakózonak a jó kedve szálljon a koponyádra is. Ahogy mondja Jákob. Tehát a csipkebokorba lakoz az örömteli Isten. És kell, hogy te rajtad is látszódjék, hogy te egy örömteli ember vagy. És a, az öröm is a Szent Szellem gyümölcseinek az egyik megnyilvánulása, hogy öröm, az Úr öröme ott van az életedbe. És nem sokára vissza fog jönni Jézus, és amikor visszajön, akkor talál-e hitet a Földön, talál-e bizalmat, talál-e olyat, aki őre hagyatkozik. Amikor visszajön Jézus, nem azt nézi, mennyi van a bankszámládon, hogy összeszedted a a, a, a a füvet a kertből, vagy a falevelet, nem azt fogja nézni, hogy hogy mostan kifizetted a gázszámlát, vagy nem, bár reméljük, hogy ki tudod fizetni, hanem azt fogja nézni, hogy talál-e hitet, talál-e bizalmat, és nem szabad, hogy a bizalmunk megkopjon a nehéz időben sem, hanem az úrban kell bíznunk. És ma arról szeretnék beszélni, hogy, hogy jó gyümölcsöket teremjünk az úrnak, és, és a nehéz időben is tudunk gyümölcsöket teremni, és hogyha olyan időszak is van, amit ami nem könnyű feldolgozni, vagyis hogy vannak olyan időszakok, évszakok, amikor nem könnyű gyümölcsöt teremni. Például, hogyha nagy szárazság van, akkor, akkor nem kap elég folyadékot az a növény, akkor nehezen tud gyümölcsöt teremni. Vagy ha túl sok víz van, akkor meg a kimossa a fák gyökerét, a földet kimossa a víz, és ezért is zárják le a bükkbe is itt, fölöttünk a kékesnél is az utakat, mert ez a nagy eső, ami lezúdult, kimossa a fáknak a gyökeréből a földet, és akkor van, hogy nem a gyümölcsöt nem tud teremni, kidől, Mert a, a, neki biztonságot jelentő talajt, amiben gyökeredzett, az kimossa alóla a vízáradat. Na akkor az a szegény, hogy mibe kapaszkodjon, a levegőben nem tud a gyökere megállni, akkor kidől. És ma is ugyanígy élünk itt a földön, csak nem lehet lezárni a földi életet. Mert sorba dől ki az emberek élete. Mert, mert kimossa a talajt a víz. Kimossa a talajt a, a, a biztonságot jelentő, a táplálékot jelentő földet, a támasztékot jelentő földet, a megélhetést jelentő környezetet, kimossa az utolsó időknek az eseményei. És akkor dőlnek ki a fák. A fa az az ember életet is elképezi a Bibliába. És nem szabad, hogy a te életed kidőljön. Az meg attól függ, hogy hova gyökeredzel. A földbe gyökeredzel, vagy a mennybe gyökeredzel. A gyökered a, a földi dolgokból veszi a táplálékot, vagy a mennyei dolgokból veszi a táplálékot. Mert a mennyben ott nincs válság. A mennyben ott nincs probléma. A mennyben ott nincs megrázkodtatás. A második égben ott van, meg a földön, meg a föld alatt, de a mennyben ott semmi, semmi, semmi féle válság nincsen. És, és az Istennek az a terve, hogy a mennyet összekösse a földdel és pont az egyházon keresztül teszi ezt az összeszerkesztést. És ezért a mi súlypontunk nem szabad, hogy a földi dolgokra irányuljon. A súlypontodat mindig oda kell helyezni, ahol biztos támasztékot találsz. És a földön nincs biztos támaszték. A mennyben van a biztos támaszték. És a, a, a Földön is majd el fog jönni ország a szemmel láthatólag is, amikor Jézus fog itt uralkodni a Föld velünk együtt, na akkor, akkor könnyű lesz már az urban bízni, mert látni fogják az emberek az urat. De most még nehezebb az urban bízni, mert most nem látjuk a szemünkkel. És ez kell a nagy hit, hogy tudjál úgy az urban bízni, hogy te nem látod a szemeddel az urat. És mondja Jézus is a Tamásnak, hogy te boldog vagy. Te, Tamás, te, te láttál és hiszel. Belenyúltál az ódalamba, belenyúltál a sebeimbe, és te láttál és hiszel. De boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek. És te is ilyen ember lehetsz, hogy nem látsz, és mégis hiszel. És arról is szeretnék beszélni, hogy a hitünket nem csak addig kell gyakorolnunk, amíg a földi életben a sikerünket megimádkozzuk. Hanem, ahogy mondta a Sanyi is, hogy a akkor is akár jól megy dolgod, akár rosszul, akár szegény vagy, akár gazdag, akár egészséges, akár beteg, az urban kell bíznod. Mert tudnod kell, hogy előbb-utóbb megoldódik a problémád, mert Jézus visszajön, és dicsőséges testbe fogunk megállni előtte. És bevissza a mennyei lakodalomba minket, és utána onnan visszajövet, meg rendet rakunk itt a földön, és Jézussal együtt fogunk kituralkodni. Egy fantasztikus jövő kép áll előttünk. De most is, amíg itt élünk a Földön, és gyakoroljuk a hitünket, nem mindegy, hogy milyen ter gyümölcsöket termünk, és nem mindegy, hogy hogy éljük meg a hitéletünket. És nem mindegy, hogy milyen gyümölcsök jelennek meg az életünkben. És ki, egy igét szeretnék felolvasni két helyről is ugyanazt a történetet, a, a, a fügefának a történetét, a Máté Evangélium, 21. fejezetéből, a 18. verszaktól, reggel pedig a városba visszajövet megéhezék, és meglátva egy fügefát az út mellett, oda ment hozzá, és nem talált azon semmit, hanem csak levelet, és mondta annak, gyümölcs, te rajtad ezután, sa örökké ne teremjen, és a fügefa azonnal elszáradt és látván ezt a tanítványok elcsodálkozának, mondván, hogyan száradt el a fügefaj hirtelen. Jézus pedig felelvén mondta nekik, bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem azt mondjátok a hegynek, kej felé a tengerbe, az is meg lesz. És amit könyörgéstekben kértek, Mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Amen. Amen. És ez Jézus szenvedésének a előzménye volt. Itt előtte vonult be Jézus Jeruzsálembe, és előtte volt, amikor megtisztította a templomot, és kiűzte a kufárokat a templomból akik árulnak, vásárolnak, pénzváltók asztalait fölborította, galambárusok székeit is felforgatta, és azt mondta, hogy az én házam imádság házának mondatik, ti pedig latrok barlangjává tettétek. Tehát ezt, ezt Jézus nagyon szigorúan megfette a templomban, a, és ugye a Jeruzsálemi templom az más volt, mint a mai templomok, mert egyedül egy kőépület voltam be, Isten lakozott a Jeruzsálemi templom semmilyen más kőépületben nem lakozott Isten szelleme. De az pedig elhagyta akkor, amikor Jézus kilelte a lelkét, akkor a templom kárpítja aljától a tetei ketté hasatt, és az Isten szelleme elhagyta a Jeruzsálemi templomot. És utána földrengés lett, éjszaka lett, és, és a, a aki látta ezt, azt mondta, hogy ez valóban Isten fia volt. És akkor utána átdöfték az oldalát Jézusnak, víz és vér jött ki belőle, és megszületett az egyház abból a vízből és a vérből. És aztán Szent Szellemmel betöltetett az a föltámadása után, tíz, vagy ötven nappal a föltámadása után betöltetett az egyház Szent Szellemmel, és most már nem földi templomban lakik Isten, hanem azt mondja, hogy eljön az idő, mondja a szamari asszonynak, sem nem ezen a hegyen, sem nem azon a hegyen, sem nem a templomban, hanem szellemben és igazságban imádják az Istent. Az ő imádói szellemben és igazságban. És nem sokára föl fog épülni majd megint az a templom, ami leromboltatott Jeruzsálembe, de ott, ott fog is menni az áldozat, és Isten meg is fogja áldani, de majd az Antikrisztus fog oda beülni, Isten gyanánt mutogatni magát. Akik politikai megváltót várnak, azok, azok befogják a az ördögnek a csapdájába tenni a lábukat, mert Isten nem politikai megváltót akar küldeni Izraelnek, hanem a mennyei megváltót az Isten fiát, és ő velünk együtt fog visszajönni. Most nézzétek meg, hogy azután történt ez a fügefás történet, hogy Jézus rendet rakott a templomba, és ez mind a evangéliumban le van írva. A, többi evang a a három evangéliumban, Máté, Márk, Lukácsban az van, hogy a szolgálata végén tette ezt a templom tisztítást. A János evangéliumra jellemző, hogy ott az is le van írva, ami a másik háromban nincs leírva. Ugyanis János apostol élt a legtovább, ő már több mint száz éves volt, mire az úrhoz költözött, a többiek már rég költöztek az úrhoz de ő túlélte az üldöztetést, a kínzást, mindent, és ő írta utoljára a le az evangéliumot, és azokat írta le, amiket a másik olyan történetek is leírta, amit a másik három nem írt le. És a János kettőben ott is leírja, a, hogy ott is megtisztította Jézus a templomot. A szolgálata elején is megtisztította meg a szolgálata végén is. Ez, amit most itt felolvastunk, ez a fügefa előtti történetbe, itt, itt a szolgálata végén, már bevonult Jeruzsálembe. Idegesek is voltak a főpapok, hogy mit hozsannáznak ezek az emberek, miért dicsőítik Istent, és Jézus mondta, hogy a csecsemők és gyermekek szájáltal dicsőíti Istent. Ezt nem olvastátok a profétáknál? És utána van leírva, ez a fügefás történet. És azt olvassuk, hogy a jött visszafele Jézus, jött vissza a templomba elmondani az ő tanításait, és akkor megéhezett. És Jézus szeretett volna arról a fügefáról lenni. Tudjátok, a fügefának jó nagy levele van, hogyha ránézel messziről, akkor azt látod a levelét, de az közelebb kell menni, hogy a gyümölcsét is észrevegyed, mert ugye azt a levelek azok jó nagyok is, és, és azok elborítják a az ágakat, de amikor odament Jézus megéhezve, hogy na szeretne erről enni, akkor azt olvasjuk, hogy nem talált azon semmit, csak levelet, és akkor azt mondta a fügefának, hogy se ne legyen rajta, ne egyék rólad gyümölcsöt senki, és a fügefa azonnal elszáradt. Tehát, hogy ezt kimondta Jézus. És ezt látták a tanítványok, nagyon el voltak csodálkozva, mert biztos láttál már, hogyha egy, hogy levágszik, egy fügefának az ágát, vagy bármilyen gyümölcsnek az ágát levágod, még hetekig a gyümölcs, ami rajta van, az még szív nedvességet, meg táplálékot az ágból is. Tehát olyan nincs, hogyha még ha ki is vágnak egy fát, akkor az is még egy darabig még a gyümölcsöt érleli, meg táplálja a törzsből, meg a, meg a gyökérbe maradt dolgokból, tápanyagokból, de, de itt ez, ez, úgy kiszáradt, hogy teljesen hirtelen elszáradt. És mi volt, mi volt ez, ez, egy olyan csoda volt, ami, ami negatív csoda. Tehát általában Jézus mindig meggyógyított, szaporított, és itt pedig ítéletet mondott és itt, itt elszáradt a fügefa, és a fügefa az Izraelnek is a jelképe. A Bibliában a szőlő, meg az egyháznak. És, és ugyanúgy, hogy a fügefa is csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha, ha, az úrban van, meg a szőlőtő is, ha a szőlőtőként marad, a szőlővesző akkor tud teremni. Tehát nem lehet, hogy leválasszuk magunkat, és önálló életet élünk a, 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 az Istentől függetlenül és a külső formáját megőrizzük az Isten követésünknek, de a belső tartalmából kiüresedünk, és az célpontjainkat eltévesztjük. Mert itt ez volt, hogy eltévesztették a célpontjukat. Mert ők a templomban Isten tiszteletet gyakoroltak, amit Mózesen keresztül kaptak. És a galambokat is azért árusították ott, hogy a szegények is tudjanak venni maguknak áldozni valót, a jókat is azért árulták ott, hogy aki messzire jött, zarándok, mert csak azon a helyen lehetett bemutatni az áldozatokat, azok tudjanak ott venni áldozni valókat, hogy mondjuk jön Rómából, vagy jön Szíriából, vagy jön. Galáciából, vagy Spanyolország, vagy bárhol szét voltak a zsidók szorva az egész földbolygón a, a tíz törzs, a szét volt már szorva. És jöttek az ünnepekre egy évbe kétszer mindenhonnan, hogy áldozzanak az úrnak. És ez egy, ez egy logikusnak tűnő dolog volt, hogy, hogy akkor ne neki Spanyolországból hajóztatni a bárányt, amit ott fel akar áldozni, persze akkor, hanem hozza az árát, és kifizeti és akkor kapott egy bárányt, és akkor fő tudja áldozni azt a bárányt húsvéti bárányként, és akkor el tudja fogyasztani a családjával utána. Vagy, vagy azt a galambot, hogyha szegényebb volt. Vagy azt a juhot, hogyha ha, ha arra tellett neki. Tehát, de viszont az imádkozás mi volt a fő cél abban a házba? Nem a kereskedelem, nem az, hogy jó meggazdagodjanak a szadóceus papok a templomi ö, ö, ki, templomi kereskedelemből, hanem, hanem az, hogy az emberek a bűneikért tudjanak áldozatot kapni, tudjanak áldást kapni, és, és tudjanak újból egy évet úgy leélni, hogy Isten megsegíti őket, mert ki van fizetve a váltságdíj. És erre oda kell figyelni, hogy a, hogy a hívő emberek is a földi életüket ne csak a földi dimenziónak a, a, a figyelembe vételével éljék, és a vallásos dolgokat is, a, a szentnek tűnő dolgokat is ne rossz motivumból cselekedjük. És, és, és utána van leírva a fügefának a példázata. És igazából Jézus előre megmondta, amikor ment be Jeruzsálembe, hogy vallja meghallgattad volna. A baj, ha fölismerted volna meglátogatásod idejét, de nem ismerted föl. És amikor azt siratták Jézust, mert látták, hogy viszi a keresztjét, és szét van trancsírozva, már össze van verve, és viszi a keresztjét, azt mondja, ne engem sirassatok, magatokat sirassátok. Mert ezt teszik a zöldellő fával, akkor mi lesz veletek? És Jézus előre megmondta, hogy Jeruzsálemet le fogják rombolni és a maradék másfél törzs is, a Benjamin meg a Juda törzse is szét fog szóratni. És igazából a Krisztus után 70-ben Titus, amikor lerombolta Jeruzsálemet, és fölégette a templomot, bár nem akarta, csak így jött ki, akkor aztán maradék törzs is szétszóratott, és pontosan a mi időnkben 48-ban alapult újból Izrael állama. És eltelt úgy 2000 év, hogy az a fügefa, nem volt a helyére beültetve, teljesen kiszáradt. És más vallásos módokat találtak ki, hogy valahogy a zsidóságot megőrizzék, és a hagyományaikat, de nem tudták az Isten tiszteletüket gyakorolni Jeruzsálembe. És ez és egy profétai tett volt, amit Jézus itt cselekedett, mert megéhezett, és szeretett volna enni arról a fügefáról. Igazából az egész templom azért épült, hogy a messiást hoz közelebb vigye az embereket. És amikor a messiás bement a templomba, nem ismerték fel, hogy ott van. Mert el voltak foglalva galambjaikkal, a juhaikkal, a pénzváltásukkal, hogy majd az áldozati eszközök, áldozathoz szükséges állatokat meg tudják venni, vagy az edényeket. De amikor Jézus bement, még egy edény sem engedett keresztül vinni a templomon, amíg ő ott volt mert azt is nem csak a áldozat szükségessége miatt vitték, hanem a szerzés miatt. És az úr azt akarja, hogy, hogy akarja, hogy áldottak legyünk, meg Isten gyermekei áldottak legyenek, de ne a földi haszon legyen a cél a hitéletnek, hanem a mennyei áldás megszerzése. És a mennyei áldásba való bejutás. És akkor nem fogunk célt téveszteni. És ugyanúgy most is meg akar áldani az úr, nem akarja, hogy szegény legyél, hogy szükölködjél, mert a szegénységedet is elhordozta a kereszten. De, de nem a gazdagság a cél, nem a jó egészség a cél, nem a, az áldás a cél, hanem ezek eszközök arra, hogy Isten megmutassa, hogy különbség van a között, aki féli az urat, meg aki nem féli az urat. És ez egyre jobban nyilvánvalóvá válik az utolsó időben. És ugyanezt a történetet szeretném megmutatni nektek, a Márk evangéliumban is itt hosszabban leírja, és itt itt egymásba fonódva van leírva ez a két történet. Tehát nem, hogy először a templomnak a megtisztítása és a bevonulás, és akkor utána a fügefa, hanem itt, itt egybeírja le ezt a történetet Márk, egymásba fonódva, és ennek is van egy üzenete. És a Márk 11-12-től olvasom, és másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, oda ment, ha talán találna valamit rajta, de odaérve ahhoz, levélni legyebet semmit sem talált, mert nem volt füge érésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák az ő tanítványai. És Jeruzsálembe érkeztek. És Jézus bement a templomba, kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá. És nem engedi, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. És tanít, mondván nekik, nincsenem megírva, az én házam imádság házának neveztetik minden nép között. Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek tőle, mivel az egész sokaság álmélkodik az ő tanításán. És amikor beesteledett, kiment a városból. Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látják, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondta neki, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén mondta neki, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgéstekben kértek. Higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. És amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsájtotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ámen. Tehát ebből a történet leírásból még jobban látszik, hogy mennyire összefonódik és egymásba kapcsolódik ez a két történet. A templom megtisztításának a története, a fügefának a történetével. És látjátok, hogy először, amikor ment Betániából Jeruzsálembe, és megéhezett út közbe, az azelőtt volt, hogy bement volna a templomba. Meg megéhezett, és szeretett volna enni a fügefáról. De semmit nem talált rajta, csak a levelet, meg az ágait, meg a törzsét, meg, meg ott volt nyilván a gyökere is a földbe, de, de nem tudott róla szakítani gyümölcsöt. És oda van írva, hogy nem volt fügeérésnek ideje. És ezen is elgondolkoztam, hogy ha nem volt fügeérés ideje, akkor miért várta el Jézus azt, hogy hogy kellett volna legyen termés ezen a fügefán. Mert ez a szerencsétlen fügefa nem tehet róla, hogy nem volt fügeérésnek ideje. De hát miért teremtetett az egész mindenség? Jézus Krisztusra nézve. És igazából az évszakok csak azután jöttek be, hogy az özönvíz megtörtént. És elfedült a Földnek a tengeje, és, és megszűnt az a vízburok a Földbolygó körül, ami folyamatos, meleg és jó időt biztosított, egyenletes jó időt az egész földbolygón, akkor mindig volt gyümölcs termés eredetileg. De amikor az a föld, de körülvevő vízburok lejött, és a vizet elborította, és a föld tengeje elferdült, és, és, már nem úgy érte a nap a földet, és nem volt az az egyenletes hőmérsékletet létrehozó vízburok a föld fölött, a statoszféra fölött, akkor bejöttek az évszakok és utána már nem tudott folyamatos gyümölcstermést adni a növények, hanem bejöttek az évszakok. És, és, amikor Jézus megéhezik, és ő szeretne egy, egy gyümölcsfáról, a fügéről gyümölcsöt enni, akkor ennek a fügének hitáltal kötelesség lett volna a soron kívüli gyümölcsöt teremni. Nem csak akkor, ha itt van a fügeérés ideje hanem akkor is, ha nincs itt az ideje a fügeérésnek. Melesleg egy kertész testvérem elmondta nekem, Grósz István, van, aki pásztor is, Balatonfüreden, meg Székesférváron, elmondta, hogy, hogy Izraelbe, mivel ott mediterrán éghajlat van, és a tél sem annyira hideg, a, először a fügék azok folyamatosan termik a termésüket. Tehát nem úgy van, mint a, mint itt, hogy mondjuk na, a cseresznye, vagy a barack, vagy a alma, mindenki a maga idejében ősszel, vagy nyár elején, vagy nyáron elkezdi a gyümölcsöt teremni, mindenki maga idejébe, amikor az a gyümölcs termi a termését, hanem a, a, mediterrán térségben a fügefa az folyamatosan tud gyümölcsöt teremni. Tehát nyilván, hogyha pláne Jézus idejében még nem volt a, ugye, évszakok is eltolódva, meg nem volt úgy a természet sem megvadulva, mint mostanság. Tehát igazából az folyamatosan kellett volna tudjon teremni gyümölcsöt. De mégsem termett gyümölcsöt. És ezért mondta Jézus, hogy, hogy akkor ne egyék senki rólad. És utána bement a templomba, és igazából az, ami a fügefával történt, az Izraelre vonatkozott mert, mert nem tudta Izrael azt az áldást közvetíteni se a saját népe számára, se a nemzetek számára, amit kellett volna, hogy közvetítsen. Mert a szellemi tartalmát elvesztették a templomi áldozatoknak és a mesiás eljövetelére való felkészülésnek. És ezért jött ítélet Izraelre is. És, és nézzétek meg, hogy, hogy utána Bement Jézus a templomba, és azt mondja, hogy hogy, hogy ott a templomba kiűzte a kufárokat. Kiűzte, fölborigatta az asztalaikat, az egész templomi gazdasági rendszert fölforgatta. És, és kizavarta a kufárokat. És nem a lévita papokat zavarta ki, hanem a kufárokat. És abban ab az időben annyira korruptak voltak például a szadóceus főpapok, hogy például lóverseny volt kint, akkor abbajták a templomi áldozatukat, és kimentek, hogy a lóversenyre megtegyék a fogadásaikat a megfelelő lovakra, vagy a gladiátor játékokra. Mert annyira össze volt keveredve a világi kultúrával a vallási vezetés. És pontosan ezért is jött létre a farizeizmus, akik meg szerették volna visszatérni a törvényhez, visszatérni az Isten igazságához. Csak ők meg biztosították a törvényt plusz törvényekkel. De hát volt, egy, volt egy túlvallásosság, egy túl túltörvénybiztosítás, meg volt egy teljes elvilágiasodás. És ma is ugyanezek a dolgok történnek. És, és, és az imádkozás pedig elveszti a súlypontját, a szellemi tartalom, az igazi fontos dolgok. Mert a ház az Isten háza imádság házának neveztetik minden népek között. És ti pedig latrok barlangjává tettétek. Te mondta ezt a ottani kufároknak. És ma is el kell gondolkodni azon, hogy vajon miért nem olyan vonzó a kereszténység sok ember számára. Miért vannak előítéletek emberekbe, és miért nem tud az a kenet, az az áldás úgy áttörni, úgy folyni, mint ami a, az imádság házába kéne, hogy folyjon és működjön. Mert, mert mi is, a mi templomunkat nem szabad, hogy kufárként használjuk. Nem szabad, hogy csak a földi érvényesülésünk érdekébe gyakoroljuk a hitünket. Hogyha beteg valaki, csak meggyógyuljon, ha szegény, akkor áldott legyen, ha baj van otthon, akkor béke legyen. Ezek mind jó dolgok, hogy megoldódnak, és benne is van a megváltásba. De a hitéletünket nem e körül kell forgatni, hanem a menny körül és a meséás körül. És pontosan ezért nem tudott gyümölcsöt teremni Izrael sem, mert, mert a földi elvilágiasodás befészkelte magát a főpapoknak az életébe, azok meg rossz példát mutattak a többieknek, a farizeusok meg túlbiztosítottak mindent, és nagy törvénykezésbe voltak, és attól, hogyha a törvényt pluszba bebiztosították, és azt is megtartották, akkor azt gondolták, hogy már rendben vannak, és közben az imádkozás a hitáltal való ima, a valódi csodák elmaradtak. A valódi isten érintések elmaradtak. És ezért Jézus egy példaként mutatta be a Fügefán, ami aztán a történelembe igazolódott, és Izrael meg is történt, 2000 évig nem létezett. A zsidóságnak földi hazája, hanem szétszoratva mind a 12 törzs az egész földbolygón. És most ugye nehéz időket élünk, de mégis Isten gyűjti össze az övéit Izrael földjére. És nem csak a zsidóságot gyűjti össze az Izrael földjére, hanem pluszba a, az egyházat pedig az Isten országába gyűjti össze. A zsidókat egy földrajzi pontra viszi, és a keresztényeket pedig Isten országába viszi igazságba, békességbe, szent Szellemtől való örömbe. És amikor a Róma 14-ben meghatározza Isten igé, hogy mi az Isten ország, először azt mondja, hogy mi nem. Nem evés, és nem ivás, hanem igazság, békesség, és öröm a szent szellemben. Tehát az Isten országa, az nem akkor jön el, amikor a földi javak mind körülvesznek minket, és mindenben megelégedettek vagyunk, hanem az igazság, a békesség és az öröm a Szent Szellemben. És a bibliai csodák jelek, a démonok amikor mennek ki, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. Amikor a menny konfrontál a, a sötétség birodalmával, akkor a menny győz ebben a konfrontációban. És tulajdonképpen, amikor másnap jönnek vissza a tem, Plomba, ugye itt írja a 19. verszak, hogy este beesteledett, és elmentek Jeruzsálemből, visszamentek Betániába, és a 20. versszakban olvasok, hogy reggel, amikor jöttek megint vissza a templomba, látják, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. És akkor Péter megemlékezett, hogy nézd, ez a fügefa, amit tegnap megátkoztál, ez most ma már teljesen kiszáradt. Egy napon belül teljesen kiszáradt. És és Jézus pedig ezt mondta, legyen hitetek Istenben. Legyen bennetek Isten hite. Mert ha bennetek van Isten hite, akkor a rossz dolgok egyből ki tudnak száradni. Ha, ha, ha bennetek van Isten hite, hit akkor teremtő csodák tudnak történni az életetekbe. Akkor a rákos daganat az kiszárad az imád által. És a szegénység kiszárad az életedből az ima által. És a családi átok kiszárad az életedből a hitből való ima által. Mert nem azt mondta, hogy legyen hitetek Isten az eredetibe, legyen bennetek Isten hite. És Istennek olyan hite van, hogy amit kimond, az meg is történik. És te neked is ilyen hitet kell, hogy legyen. És bizony mondom nektek, mondja Jézus, ha valaki azt mondja a hegynek, hogy kelj fel, ugorja tengerbe, és szívébe nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Tehát Jézus egy még megdöbbentőbb dolgot mondott. Mondja Péter, hogy nézd, Mester, kiszáradt a fügelfa, amit megátkoztál. És Jézus mondja, hogy ha le, bennetek van az Isten hite, és azt mondjátok, hogy a te hegy ugorjon a tengerbe, akkor az is meg lesz, amit mondasz. És utána mondja, hogy azért mondom nektek, hogy amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. Tehát az imádnak nem lesz határa, hogyha a hittel párosított szavakkal mondod az imádat. És elhiszed, hogy amíg imádkozol, az meg is történik. Nem csak úgy imádkozol, hogy mégiscsak imádkozzál, hanem úgy imádkozol, hogy azt el is hiszed, hogy amit kimondasz, az úgy lesz. És amikor így elhiszed, akkor létbe tudod szólítani azt, ami nincs. Mert Istennek ilyen hite van. Mondta, legyen világosság, és meg Legyenek madarak, és megle Már repködtek is. Legyenek tengerbe halak, már ott úszkáltak. Mondta, hogy, hogy teremjen a föld makhozó füvet, és már termett is. Tehát amit kimondott, az meg is történt. És nekünk erre a hitre van szükségünk, legyen bennünk Isten hite. És, és, és amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen panaszotok van. Tehát például a szívedben nem lehet, hogy neheztelés legyen mások felé. Az Isten hit akkor működik, ha nincs neheztelés a szívbe. Nincs megkeseredés a szívbe. Nincs egy keserű csomó benned egy embertársad felé vagy egy testvéred felé, vagy a családtagod felé. És nem úgy vagy, hogy én megbocsájtok, de nem felejtek. Hanem úgy bocsáss magad, hogy Isten neked is megbocsájtott. Hogy bocsájtott meg neked Isten? Minden bűnödett a tenger mélyre dobta, és soha többé nem emlékezik meg azokról. Ha pedig Isten így bocsájtott meg neked, akkor te is így bocsáss meg a házastársadnak. Mert könnyű megbocsájtani az amerikai nagynénikédnek, akit ne ritkán látsz. De a feleségednek, aki minden nap ott kell föl melletted, nehezebb megbocsájtani. Vagy a férjednek, vagy a gyerekednek, vagy a családtagodnak, vagy az elvált szüleidnek, milyen sérelmet okoztak neked, amikor elváltak. Mégis meg kell bocsáss nekik, mert különben az imáidat magad teszed hatástalanná. Ha pedig megbocsájtasz, amikor imádkozva megállasz, akkor megbocsássál, bármi panaszod van, vagy a főnököd volt túl szigorú veled, vagy igazságtalanok voltak veled, és, és, sérelmeket okoztak a munkatársaid, akkor is megbocsáss nekik. És hányszor? Kérdezi Péter, egy nap hétszer védkeznek ellenem, akkor is, még akkor is meg kell, az már nem sok, egy kicsit szerinted Jézus. Nem, mondom neked, ha még hétszer, hetve hétszer, akkor is megbocsássatok. És szerintem még annyiszor egyikötök ellen se vétkeztek egy nap. 7x77 az olyan, mint a 10 másodpercenként megsértenének. Gondolj bele! 10 másodpercenként! Erre még az asszony se képes. Belefárad a sértegetésbe. Tízszer, vagy a férjed se képes, vagy a, aki megbántott. Tehát az a lényeg, hogy ne legyél olyan, a magyaroknál van egy szerencsétlen párosítás. Nagyon könnyen megsértődnek, viszont nagyon nehezen tudnak megbocsájtani. Ez fordítva kell. Nagyon nehezen sértődjél meg, és nagyon könnyen meg tudjál bocsájtani. És minden eled védkezőnek meg tudják bocsájtani, még akkor is, hogyha az a sérelem az jogtalanul ért téged, és igazságtalanul. És azzal, hogy megbocsájtasz, nem azt jelenti, hogy igazat adsz annak, aki téged megbántott, és belenyugszol, hogy na akkor most már mindig így lesz hanem azt jelenti, hogy az a kés ki lesz húzva beléd, amit a téged megsértő beléd állított. Már az se volt jó, hogy beléd állították azt a kést, de legalább húzd ki. És ez nem azt jelenti, hogy akkor neki lesz igaza, viszont te nem leszel már utána sebesült. Szabad leszel lelkileg, nem fogsz függeni a téged sértőtől. A Derek Prince mondta, hogy a megbocsájtás egy jó megfontolt önérdek. Tehát az, az, az nem azért kell megbocsájtani, hogy neki igazat adja el, aki téged bántott, hanem, hogy te ne sérüljél az, attól, aki megbántott. És tudjál mégis a jót rosszal meggyőzni, és, és szeretettel lenni a felé, aki feléd igazságtalan volt, és durva, és, 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 és kárt okozott. Tehát amikor imádkozva megállsz, akkor higgyed, hogy amit te kérsz, azt megnyered, és amikor a hit mellett még az is kell, hogy megbocsássál, hogy valaki ellen panaszod van. Tehát a Jézus is mondja, amikor a, amikor a hegyi beszédet mondja, hogy amikor visszed az oltárat, te ajándékodat, és megemlékezzel, hogy a te testvérednek panasza van ellened, tehát ott, ott nem te neked van panaszod ő ellenem, ő neki van panasza, te ellened. Akkor menjél el, békülj meg az atyád fiával, és utána mutasd be a te áldozatodat. Tehát, hogy a te sértettél meg mást, akkor azzal is meg tudják békülni, akinek te okoztál sértést. És annak is meg tudják bocsájtani. Mert mert az is nehéz el arra, akit megsértett, mert hát csak csak rossz eszközt választott a dolog kezelésére. Mert a testvérenek okozott bántalmat. Tehát ezért akár melyik oldalon is vagy, a kapcsolatot rendezni kell. És a, a kap, ahhoz, hogy békesség legyen egy kapcsolatban, az két fél kell. De megbocsájtáshoz egy is elég. Csak utána őke szeretni azt, aki még nem ébredt rá arra, hogy hogyan tudna veled békességbe lenni. Azért mondja azt az ige, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben legyetek. És az utolsó időkben tudjátok, a jelenések könyvében mondja az ige, hogy béketűréstek által nyeritek meg a lelketeket. Amikor fokozódik a nyomás a Földön, az emberek életén, gazdasági, egészségügyi, kozmikus események miatt, meg a sok hazugság miatt, ami a levegőben van, és, és hamis hírek miatt, és nehézségek miatt, akkor, akkor nem szabad, hogy te kiboruljál, hanem béketűréssel nyered meg a lelkedet. Hit és békeséges tűrés által nyerjük el az ígéreteket föl kell készülni a szenvedve való tűrésre is. És ha nekem szenvedve kell tűrnöm, akkor sem fogok másokat bántani. Akkor sem fogok másoknak károkat okozni, vagy sértegetni. Mert, mert nem, nem arra hívott el Isten, hogy háborúságot, hanem hogy békességet szerezzünk. És a békesség Istene megrontja a sátánt a lábatok alatt hamar. Nem az idegba Istene, a békesség Istene. És amikor te tudsz a Krisztus békességében lenni, amely minden értelmet felülhalad, akkor te a békesség istene, megrontja a sátánt a lábad alatt hamar. Tehát sokszor azért vagyunk dühösek, meg indulatosak, meg engedünk ki a szánkon indulatos beszédeket, mert tehetetlenek vagyunk. És tehetetlenségünkbe kifejezzük indulatos beszéddel a dühünket. De, de igazából az Isten, aki téged meg tud segíteni a nehéz helyzetbe, és ezért nem kell idegeskedni, mert hányszor kerültél előbbre attól, hogy ideges voltál. Csak hibáztál utána, és még több nagy bajba kerültél. De ha megőrzöd a béketűrésedet a nehéz időszakba is, és tudsz nagy lenni, megbocsájtó lenni, a humorérzék egy olyan fontos dolog, amit meg kell őrizni a nehéz időkben is. Neveted a drágaságot. Nem kínodba, haha, eddig se tudtam megvenni, most még inkább nem hanem igaz, hogy most áremelés van, de nem leszek idegbajos. Uram, akkor még nagyobb fizetésemelést kérek. De hát a főnök már eddig is szívta a fogát, ezt a kicsit is alig adta meg. Akkor új forrást adok neked gyermekem, lesz másik munkád is. Vagy lesz jó vállalkozásod, vagy megmutatom, hogy hol találsz te újabb bevételi forrásokat. Hát nem, nem, nem került aggodalomba az Isten, most az illést hogy áldja meg. Elküldött a a Kiron patakjához, és ott aztán a hollók etették. a olyan hollót, amelyik más tetett a saját fiókáján kívül? Én még nem, de még a grafikban se lehetett ilyet hallani. Már hollók mindig a sajátjaikat tetették, és elveszik másoktól, ami a másoké, de a sajátjaiknak legyen. De amikor az Isten szól a hollófiaknak, akkor az Isten fölkentjeit fogják táplálni. Lehet, hogy majd a bank ad neked plusz pénzt, ami mindig elveszi, most adni fog. Vagy az apek visszautal neked valamit, amit eddig elvett. Hát a, a Máté is egy nagy vámszedő volt, meg az Ekaus is. Aztán, amikor a Szentlek megérintette, osztotta, amit elvett. Azt hitték, eljött Isten országa az emberek. Tehát váratlan dolgokra készülj fel mert az Isten az övéit nem akarja kinyúvasztani az utolsó időbe se, hanem el akarja őket látni. Be akarja tölteni a szükségeidet. Csak te a hitéletedet ne a szükségeid körül éld meg, hanem az Isten elhívásához képest. Istennek akarjál tetsző életet élni. És, és, és az ember viszintesen is törekedjél a jó kapcsolatra, mert az egyik fő baj, hogy egymás, az emberek irigyek egymásra, haragosak egymásra, türelmetlenek egymással, kihasználják egymást törtetőek, egymást elnyomóak, egoisták, és a Krisztusnak a tanítványai pedig nem ilyenek, hanem azok egymást szeretik. Onnan ismerjenek meg benneteket, hogy az én tanítványaim vagytok, mennyire szeretitek egymást. Egymást elhit hordozzátok, egymást segítitek, egymást bátorítjátok és, és erről kell fölismerjék az egyházat. És a 1 Korintus 6-hoz, hogyha lapozod a Bibliádat, szeretnék mutatni itt is nektek igét, a 19-es verszak, 20-as, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a benetek lakozó szent Szellemnek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert áron védtettetek meg, Dicsőjtsétek azért az Isten tati testetekben, lelketekben, melyek az Istenéi. Ámen. És még az előtte levő verszakot is felolvasom, a 18-ast. Kerüljétek a, sőt a 17 test is, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellemű vele. Kerüljétek a paráznaságot, minden bűn, amelyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga test ellen vétkezik. Ámen. Tehát itt sem véletlen, hogy itt jelenti ki a Szentélek, hogy, hogy a nem tudjátok-e, nézd a szomszédodra, mondja, a testvérem, te tudtad, hogy a tested a Szent Szellem temploma? Na, tudtad vagy nem? Na, a ah, tudta, akkor jó, nem, akkor most vett tudomásul. A tested, a Szent Szellem temploma. Nem a magadé vagy, hanem az Istené mert áron lettél megvásárolva, és ez az ár, ez nem kevesebb, mint Jézus Krisztusnak a vére. És ezért a szexuális bűnöktől is távol kell tartsuk magunkat, testvérek, mert ugye a Szent Szellem jelenti itt, ki, hogy aki az Úrral egyesül, az egy szellem vele. Aki meg a paráznával egyesül, az azzal lesz egyé, a paráznával. És, és mikor egyesül valaki a paráznával, bármilyen szexuális jellegű kapcsolat, ami nem a tulajdonházastársak között történik. Különböző nemű tulajdon házastársak. Tehát egy férfi és egy nő. Tehát két azonos nemű, az csak paráználkodni tud. Egy férfi, egy nő, az már tud rendesen is szexuális kapcsolatba kerülni, ha összeházasodtak. Ha egymással a szövetségre léptek. És miért van annyi vállás a világba? Mert nem a útmutatás szerint élnek a házasságukba az emberek, hanem hogyan élnek a vágyaik szerint, meg az meg a információk szerint, amit látnak a Netflixen, a Youtube-on, az Instagramon, a Facebookon, meg a szomszédoktól, meg a munkatársaktól, olyan minták tömegei vesznek körül bennünket, amik, amik azt mutatják, hogy hogy kell tönkretenni a házasságot a családot és ha azokat a mintákat követik az emberek, akkor annak meg lesz a következménye az életükre nézve. Ezért tudatosítani kell magunkba, hogy mi nem a paráznával akarunk egyesülni, nem illegális szexuális kapcsolatokat akarunk nézni vagy csinálni, hanem a saját tulajdon házastársunkkal szeretnénk házastársi kapcsolatba szexuálisan is együtt lenni. Azon belül viszont szent kötelesség, hogy boldogáltad a férjedet vagy a feleségedet. És ha közeledik hozzád a házastársad, akkor ne azt mondod, hogy ne legyél ma testi fiam, most imádkozunk. Hanem akkor együtt kell lenni vele, és boldogá kell tenni a másikat. Tehát meg kell újítani a szerelmet is a házastársak között. Nem úgy, hogy még a régi emlékkönyvedben föl van írva, amikor még olyan harmonikus volt köztetek minden azóta meg csak úgy néha eszedbe jut, hogy milyen zék volt, milyen rég volt, kár, hogy már nincs így. Nem, akkor meg kell újítani a kapcsolatot, el kell menni romantikázni. El kell menni, és az asszonyra ne csak úgy nézni, mint egy háztartási robotgépre, egy gyereknevelő ovónőre, meg egy ilyen mindenesre, aki mindent is megold, hanem mint nőre nézzél rá. És ez fontos, hogy nézzél rá. És nem másra nézzél. És, és dicsérjed is. Tehát kell, hogy dicsérjed, kell, hogy kifejezd a szeretetedet felé. De ez egy másik történet lesz, amikor majd a házasságról beszélünk. De ennyit talán megjegyzek, hogy sokszor nem úgy kerül egyből bűnbe valaki, hogy egyből bűnbe esik, hanem elidegenedik először a, a Bibliától, a gyülekezettől, a szeretett személytől, akivel szövetségre lépett utána közömbös lesz, utána fásult lesz, utána ingerült lesz, utána csúnyákat mond, és egyre alábbvaló dolgok jönnek ki belőle. És utána pedig sajnos a lejtő nem áll meg. De viszont meg kell, meg kell, nézni, hogy, hogy te hogy nézel magadra. Te magadé vagy, vagy Istené vagy. Ha az Istené vagy, akkor jó vagy. Ha magadé vagy, akkor nem leszel jól, mert aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti azt. Aki pedig meg akarja tartani, az, az, az el kell, hogy veszítse. Tehát pont fordítva. Ha te a szeretetet csak követelni akarod magadnak, akkor rosszul csinálod. A szeretetet lehet adni, lehet kapni, de egy valamit nem lehet kikényszeríteni. Tehát ezért te legyél szeretet adó ember, másokért élő ember. És, és a szeretetet nem mástól várjad, hanem hanem az Istentől, meg a, meg feleségettől, meg a férjettől. És ha attól nem kapod meg, akkor vizsgáld meg először magadat, mert a házastársadat nem tudod megváltoztatni, magadat viszont igen. És ha magadat megváltoztatod, akkor ő is fog változni. Magadat sem a magad erejéből tudod megváltoztatni, hanem Jézus segítségével és kegyelméből. És azáltal, hogy az Úrral egyesülsz, aki az Úrral egyesül, egy ő vele. Hogyan tudsz az Úrral egyesülni? Szent lelke betöltek ezzel csordultig. Egyé a Szent Szellemmel. És a Szent Szellem elkezdi kibontakoztatni benned a Szent Szellemnek a gyümölcseit. Elkezd megnyilvánulni benned az Istennek a karizmái. Csodák kezdenek történni az életedbe a sorsodat átformálod, újra teremted a benned levő Szent Szellem által, mert te az Úrral egyesülsz, azért is jössz az Isten tiszteletre, otthon is azért olvasod a Bibliát, azért imádkozol sokat mennyei nyelveken, mert egyesülsz az Úrral, átadod a nyelvedet, teljesen a Szentlek mozgassa a szádat, szólj rajtad keresztül a tökéletes imákat. És utána mondja, hogy kerüljétek a paráznaságot, mert minden bűn kívülről van, de aki paráználkodik, az belülről démonizálódik. És ezért fontos a szexuális bűnöknek az elkerülése, mert akkor belülről démonizálódik az ember a szexuális bűnök miatt. És, és ezért mondja az Ige, hogy szent dolog az Úr előtt a házasság és a szeplőtelen házas ágy. A paráznákat és a házasságrontókat megítéli az Isten. Tehát ezért te ne legyél házasságrontó, hanem legyél házasság, szentségében élő. És ha van szeplőtelen házasság, akkor van szeplős is. Tehát a házasságon belül is, majd erről külön fogunk majd beszélni, tehát vannak a dolgok, amit a Biblia ír, hogy amikor még a asszonyos a szabad házas életet él, amikor menstruációja van például. Vagy amikor szült gyereket, és meg kell várni azt a 40 napot, amíg kitisztul, de azt még az orvosok is mondják. És azon kívül is oda kell figyelni, hogy a házas életedbe ne a régi életed múltjában nézett perverzitásokat próbáld megvalósítani, hanem helyezd új alapra a házas életedet is. De ezről majd külön a házasoknak beszélünk. Mert van szeplőtelen házaság, azaz szent dolog Isten előtt. És az Isten előtt egy szent dolog, olyan, mint a, mert a férfi és a nő, amikor fér és a feleség egyé lesz, az olyan, mint amikor az úrral is egyesülsz. Egy fél darab vagy önmagadba, feleséged is egy fél darab önmagába, hogy a házas társak fél, házas felek, mondja a magyar szó is, házas felek. Azért felek, meg két fél. És amikor egyé lesznek, akkor egy egész lesz. És akkor, akkor az Isten is abba örömét leli. És áldásként éli meg. És, és ezért fontos, hogy minden férfinak tulajdon felesége legyen. Pont a hetedik fejezet erről szól, lesz, majd otthon olvassátok el. Minden asszonynak tulajdon férje legyen. A feleség adja meg a kötelező akaratot a férjének, a férj is a feleségének. Mert ti egy fél templomok vagytok, fél-fél, és ketten együtt egy egész. És ezért fontos, hogy harmonikus legyen a házas élet is, és bizonyos időre bőjt és ima céljából lehet egymástól megtartóztatni magát a házasfeleknek, de nem úgy, hogy általában megtartóztatják magukat, azt néha együtt is vannak, úgy tíz évbe egyszer. Tehát nem ez. Mert akkor meg az ördög csapdájába fognak beleesni. Tehát azt kell nézni, a bibliai útmutatások alapján kell a házasságot is megélni, és nem pedig a családi tradíció alapján. Hogy hogy viselkedett anyukád, apukáddal hogy viselkedett nagypapád, nagymamáddal, amit te láttál, és automatikusan ezteket leutánzod. Hanem tudatosítani kell magadba, hogy te egy krisztusi ember vagy. És krisztusi módon kell viszonyulnod a házastársadhoz is, meg a többi emberekhez, minden emberhez. És, és akkor, ha jó a házasság és a házas élet, akkor nem fogják az emberek máshol keresni a boldogságokat, mert a saját házasságban megtalálják a szexuális boldogságokat is. És a szexet nem csak házas élet céljából lehet élni, hanem az örömszerzés céljából is, mert azért adta Isten. De a házasság szövetségén belül, és ezt akarja az ördög szétszúzni a genderideológiával, a melegkultúrával, amikor a házasságtól elválasztják a szexualitást, és a nemiségtől is, meg az emberségtől is, meg a családot is elvállasszák, hogy nem kell a család legyen, hanem csak nemtelen, vallástalan, nemzettelen emberek, egoista, élfajház emberek, egoista önkifejezése. És akkor ezeket tehát a legjobban irányítani, a legjobban befolyásolni, és szegénységbe és elnyomásba tartani. De ez az ördögnek a terve, Istennek meg az a terve, hogy kerüljed a paráznaságot. Mert minden bűn kívülről van, és nem szabad, hogy a maga test ellen vétkezzél. Amikor az ember parázna bűnbe esik, akkor úgy érzi, hogy a testének szerez örömöt. Közben a testének nagy kárt okoz. Betegségeket okoz. Akar valaki egy darab kenyére jutni, az legyen parázna. Tehát me, 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 megöli az adsejteket, az alkohol is, meg a paráznaság is. És a te tested pedig, itt mondja a 19. verszak, nem tudjátok-e? hogy a ti testetek, a bennetek lakozó szellemnek temploma, mert Istentől nyertetek, és nem a magatökéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőjtsétek azért az Istent a ti testetekbe, a lelketekbe, amelyek az Istenéi. A szellemedben könnyen tudod az Isten dicsőíteni, ma a szellemet tökéletes. És amikor újjászülettél, akkor az újjászületett szellemed Istennel közvetlen kapcsolatban van. Fő vagy ültetve a mennyekben, a Krisztusban, az Istennel, a szellemedben. De mi a lelkeddel mi van? A testeddel mi van? A, tudjátok mi a lélek? Az a szellem és a test találkozásába jött létre. Először meg volt formálva a test, utána belefújta Isten a szellemét az Ádámnak az orrába, és akkor lett élő lélek ki az ember. Az egyediségét akkor kapta meg. Akkor kezdett folyni a vér az ereiben, lett önálló érzelme, gondolata és akarata. Tehát amikor a Szent Szellem belement a testbe az Isten szelleme, akkor lett élő lélek ki az ember. De akkor, mivel nem volt még bűn, ezért a szellem irányította a lelket, az pedig a testet. De amióta bejött a bűn, az ember szelleme meghalt, és az ember lelke pedig a testi vágyainak az irányítása alá került. Értitek ezt? És amikor valaki megtér Jézushoz és újjászületik, meghal együtt Jézussal, eltemethetik Jézussal, és föltámad Jézussal, utána meg kell tanulni abban az új életben járni, amiben Ádám és Éva járt a bűnbeesés előtt. És igazából a neki, neki könnyű volt, mert nem volt semmi rossz körülöttük. De nekünk nagyon nehéz, mert minden rossz itt van körülöttünk. És azóta gonosz szellemek is belemennek emberekbe. Átkok rajta ülnek családokon, és gonosz sátáni tervek tömkelege nyomorítja az emberek életét. És mi ebből jöttünk ki, amikor megtértünk. És ezért mondja, hogy áron vétettetek meg, és ezért dicsőítsük az Istent a testünkben is, meg a lelkünkben is. A szellemünkben abban mindig tudjuk szüntelenül Isten dicsőíteni, mert újjá született szellem mindig Isten dicsőíti. De az a nagy dolog, a tested is, például föl tudod emelni az Úrnak a kezedet. Tiszta kezet emelsz az Úrnak. Tudsz táncolni az Úrnak a lábaddal. Tudsz örülni az Úrnak, nevet, szent nevetéssel. Tehát a tagjaidat is oda szánod az Úrnak a dicsőítésére, a fizikai testrészeidet. A szemedet is, hogy az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van. Nem pornót néztem szüntelen, ezért megtelt a szemem parázna démonokkal, hanem az Úrra néztem szüntelen. Érted? Na ezért beszélek erről, mert a keresztényeknek nem egy földi templomba kell jól viselkedniük, hanem a saját testük templomába kell. Nem kufárként viselkedniük, hanem Isten szolgaiként. Mert attól lesz gyümölcstelen a keresztények élete, hogyha testi vágyaikat kezdik kielégíteni, és a bűnös vágyaiknak teret engednek az életmódjukban, akkor nem lesznek képesek a jó gyümölcsöket megteremni az életükbe. És a Galata levélhez, hogyha lapozod a Bibliádat, Galata 5-höz, Innen szeretnék mutatni nektek még befejezésül egy igét, és remélem, hogy nem veszem el senkinek a kedvét, hanem pontosan föl akarlak buzdítani benneteket, hogy még jobban szányukodom a az úrnak a követésére. És a Galata 5.16, mondom pedig, szellem szerint járjatok, a testnek kívánságát véghez ne vigyétek, mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azok a cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedeté pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag patvarkodások, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, ezekhez hasonlók, amelyekről előre mondom nektek, amiképpen előre is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszik, Isten országának örökösei nem lesznek. És figyelitek, mi van ezután, de a szellem gyümölcse, és igazából ezt a gyümölcsöt keresi Jézus a mi életünkön is, hogy a Izraelnek a fügefáján nem volt gyümölcs, azért is jött az ítélet. De a mi fánkon vajon milyen gyümölcs terem? Az előbbiek, amiket felsoroltam, ezek a testnek a cselekedetei. Ezek ne jelenjenek meg, hanem a jó gyümölcs jelenjen meg, ami a következő. A szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ámen. Tehát látjátok, itt van leírva az a titok, hogy hogyan tudsz te jó gyümölcsöket teremni Krisztusnak. Úgy, hogy a, a szíved, a lelked vezérlése nem a testből származik. Nem testi vezérlésű lelked van, hanem szent szellem vezérlésű lelked van. Ezért mondja, hogyha szellem szerint járjatok, a testkívánságát ne vigyétek véghez. Tehát hogy nem arról beszélek, hogy most már igen, csak itt az ebédidő, és a gyomrod jelzéseket ad, hogy már kéne enni. Akkor most a test hogy megéheztem, akkor most nem fogok enni. Mert a test hogy egyek. Nem, mert különben éhen pusztulsz. De viszont a véres hurkát kívánnál enni, akkor azt feszítsd meg. Mert az a halálos bűnök közé tartozik a Bibliába, a vérevés. Tehát te vagy full voltál a tevése. Tehát azt nem fogok enni. De minden mást megehetek ami a, amit lehet kapni. Bármilyen húst, bármilyen növényt, zöldséget, mindent megehetek, de a fullvolt állatot, meg a vért, azt nem. Tehát, és ugye például a szexuális vágy van benned, a saját házastársad iránt, az jó. De hogyha más iránt, az meg kell feszíteni. Akkor az egy bűnös testi vágy. És, és nem a külső formája a testi vágynak rossz, hanem ha a célja rossz. Tehát, hogyha a feleséged felé van vonzalmad, az jó. Ha más nő felé, az rossz. Nem a vonzalommal van a baj, nem a célszeméllyel. A célszemély szövetséges társad. Nagyon egyszerű. Ha szövetséges társad, akkor akkor nem kell megfejszítened ezt a testi vágyadat. De ha nem a feleséged, vagy nem a férjed, akkor ad, arra nem szabad máshogy nézni, mint embertársadra, vagy testvéredre. Tehát ez egy egyszerű dolog, csak nehéz megcsinálni, mert a testi természet az, az kényszeríteni akarja az embert. És nem csak a testi természettel van itt a baj, hanem a gonosz szellemekkel is, amik a testi természetünket fölturbozzák, és, és rossz irányba viszik. És a, a lelked tudja, hogy mit kéne, a tested mást akar, ezek egymással ellenkeznek, és te akarnád is a jót csinálni, de mégis a rosszat fogod csinálni, hogyha nem feszíted meg az ó emberedet és az ige kardjával nem szúrod át. Érted? Tehát ha szabadon engeded az ótermészetedet, akkor nem vagy képes szentségben járni. De viszont nem egy törvénykezésből kell engedelmeskedni Isteneken, mert szívbeli szeretetből. És igazából a kertedbe a fákat megvizsgálod, akkor nem úgy nézett, hogy ki van téve egy tábla, na ez cseresznyefa, az almafa, az meg körtefa, Na mindegyik fölismered már, ha ügyes vagy már a, a leveléről is fölismered, a ágáról is, de leginkább a gyümölcséről. És ezért bele kell nézni az embernek az cselekedeteibe is, hogyha házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujaság, Na ezek mind szexuális jellegűek az első csoportban, amik fő vannak sorolva. Ezek azért is, mert ezek a legjobban fertőzik az embereket, és ezek a legjobban támadják. Utána jön a vallási bűnök, a bálványimádás, a varázslás, és utána az érzelmi bűnök, ellenségeskedés, versengés, gyűlölet, harag, patvarkodás, visszavonás, pártütés, irítség, gyilkosság, részegség, dobzódás, és ezekhez hasonlók. Tehát a dobzódásba beletartozik a mértéktelen filmnézés, mértéktelen szórakozás, mert, mert nem akar is hogy ilyen savanyú pofa legyé, azért nézhetsz filmet is néha, de olyat, ami javadra van, nem azt, ami aztán milyen magokat vetsz az életedbe. Ez nem mindegy. Mert hogyha például a kertedbe beleveted a körtefának a magját, vagy egy kis körte csemetét elültetsz, vagy egy szilva csemetét, akkor mi fog abból kinőni? az, amit elültettél. De hogyha a szíved is egy szántóföld, és a szíved szántóföldjébe belevetsz horrorfilmet, pornófilmet, belevetsz genderidológiás filmeket, belevetsz olyan dolgokat, amik, 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 amik rossz gyümölcsöt fognak majd hozni. És akkor ott van a jó gyümölcs is az életedbe, ott van a jó mag is, de ott van a rossz is. Ezért oda kell figyelni, hogy a rosszat ne ütesed el magadba, csak a jót. Nem ne mindegy, mire figyelsz, mire hallgatsz, mit követsz, kit követsz. Ezért figyelj oda, hogy a, a kulturális szokásaiddal ne az új emberedet erősítsed. Mert akkor csak kufárkodni fogsz a templomodba. Viszed keresztül kasul a rossz dolgokat az életedbe. És akkor Jézus akkor ostort von, és kűzi bőled a démonokat. De azt neked is engedni kell. Neked is kell, hogy megbánjad. És ugye jövő készülünk az úrvacsorára is. Azért is olvastam föl ezeket az igéket, hogy a templomunkat, a mi életünket méltó módon készítsük föl az úrvacsorájával való élésre. Mert amikor úrvacsorát veszünk, akkor méltó módon kell, hogy vegyük. Nem csak azért, mert mert ez egy, ez egy bibliai dolog, és csak megcsináljuk, hanem úgy csináljuk meg, hogy Jézus vérében megmosakszunk előtte. Egyikünk sem tökéletes. Amiket itt felolvastam a test cselekedeteiből, hogyha nem is a halálos bűnök, de azért lehet, hogy, hogy versengése van gondod, vagy haragos voltál, vagy patvarkodtál, vagy visszavontál dolgokat, amiket megígértél, tehát ezeket is ki kell dobni az embernek az életéből, de ez is már nagy dolog, hogy legalább már nem vagy házasságtörő. Az is nagy dolog már. De azért törekedni kell a tökéletességre, de nem kell kétségbe esni, ha mégse vagy még az. Szoktam mondani, nem az a legnagyobb baj, ha valaki bűnbe esik, ha valaki nem ismeri be és nem bánja meg, és nem mosakszik meg Jézus vérében, az még sokkal nagyobb baj. De hogyha megmosakszol Jézus vérében, akkor megtisztít Jézus, és úgy bedobja a bűnödet a tenger mélyére, hogy soha többet nem is fog arra rá gondolni. És, és ezért, hogyha megnézed az életmódodat, és észreveszed ezeket a rossz gyümölcsökkenek a megnyilvánulását, ha nem is a legsúlyosabbakat, de bármelyiket is, akkor akkor nem, ne nyugtasd meg magad, hát apám is ilyen volt, nagyapám is, az is alkoholba töltötte a bánatát, én is. Hát nem tudok már mit csinálni. Ez, ezt, ezt láttam. De viszont a Bibliából meg más látsz. Ne részek egy meg bortalan, be kicsapongás van. Hanem teljes egyébben szent És ha szent szellemmel beteljesedsz, akkor nagyobb boldogságot érsz, mint a legjobb bortól. Mint a leg, leg, kábítóbb kábítószertől. Mert, mert a Szentleg sokkal nagyobb örömet fog adni neked. És ezért tudatos is magad, hogy te nem a magadé vagy, hanem Istené. Téged megvásárolt Jézus a saját vére árán. Ezért, ha már megvásárolt, akkor te már Istené vagy. És akkor te a saját döntésed alapján hozzá egy olyan jó döntést, hogy ha már Istené vagyok, akkor Istennek a gyümölcsét akarom megteremni az életemben. Nem a rossz gyümölcseket akarom megteremni, a jókat akarom megteremni. És tudod, a Szent Szelem akar neked karizmákat is adni, hogy használjon téged az Úr. De akar neked gyümölcsöket is adni, azért, hogy megnyilvánulnak a gyümölcsök. És a gyümölcsök és a karizmák együtt kell, hogy működjenek. Mert ha csak karizmáid vannak, de nincsenek gyümölcseid, akkor egy főfújt holyag lesz belőled, és beleesel a csapdába, mert azt gondolod, hogy téged Isten használ, a hány démont kiűzté, hány halottat főtámasztottál, hány vaknak megnyitottad a szemét, de akkor Jézus ezeknek mondja az eljövetelekkor, hogy mondjátok majd nekem, hogy nem a te nevedbe tettünk sok csodát? Nem a te nevedben űztünk démonokat? Nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgokat? És akkor Jézus mit mond, távozzatok tőlem, gonosztevők, nem ismerlek titeket. Nem azért, mert csodákat tettek Jézus nevébe, hanem mert mellette bűnben éltek. Mert mellette rozdóknak adták oda a testüket, amikor éppen nem csodát tettek. És éppen ezért nem kell egy szentleg gyümölcsei nélküli karizmatikus megnyilvánulás, nem kell egy csodakorszak bibliai igazságok nélkül, nem kell hatalmas mennyei megnyilvánulások elkötelezett keresztén, krisztusi életmód nélkül, mert akkor azzal együtt sem tudsz a mennybe kerülni, hiába tetti bármekkora csodákat, rajtad keresztül Isten. Hát a bálám szamara meg tudod szólalni, és tudod jót mondani a bálámnak, de akkor Isten téged is föl tud kenni, mondjál valami igazat, mondjál valami jót, tudjál valami. Tehát pálnak a testéről a ruhadarabokat elvitték, az meggyógyultak az emberek, démonok kimentek belőlük. Hát mennyivel több vagy te egy ruhadarabnál? Hát Isten téged is akar használni de úgy akar használni, hogy közben a jellemed is Krisztusi. A, 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 cselekedeteid is közelítenek a bibliai mérő zsinórhoz. És nem a világi mintát követik. És ma a, a egyháznak egy része, tőlünk nyugatabbra főleg, egy hiperkegyelembe bíznak, hogy nem is kell, hogy te szent életet éljél, nem is kell, hogy Isten igazsága szerint éljél, így is úgy is a mennybe kerülsz. Aztán majd ezek ráébrednek a pokolba, hitáltal meg, hogy nem vagyok itt, de attól még ott lesznek. Ezért fontos az, hogy a hitbeszédét úgy mondjad, hogy ez meg is történik, amit mondasz, de a cselekedeteid is legyenek jó gyümölcsűek. És milyen a szellem gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség és mértékletesség. Tehát például mértékletes vagy az étkezésbe, a, a dolgokba, mindenbe, és, és ott van benned a szeretet, a béke, a hűség és az összes többi gyümölcse. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ha a Szent Szelem gyümölcsei megnyilvánulnak az életedben, akkor Istennek a törvénye fölött állsz. Érted? És, és a, a gyümölcsfa az egyből hozza a gyümölcsét. Ha jó talajban van ültetve, akkor az hozza a gyümölcsét. És te pedig Isten országába vagy beleültetve, igazságba, Békességbe és örömbe. És akkor neked is fognak teremni a gyümölcseid. És hogyha Krisztusé vagy, akkor a tested megfeszíted minden indulatával és kívánságával együtt. Hangsúlyozom, a bűnös kívánságaival, a bűnös vágyaival együtt. És a, és a 25-ös egy kulcskérdés zárásul: ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Tehát, hogyha téged a Szent Szellem vezet, a Szent Szellem inspirál, a Szent Szellem van benned, akkor engedd, hogy a Szent Szellem vezessen. Tehát ne úgy legyél, hogy a Szent Szellem benned van, de a szívedet sarkába meghúzza magát, bezárva, el, el, elzárva az életed irányításától, és akkor a testi vágyaid meg átveszik az irányító pultot, a kormánykereket, és azok irányítják a sorsodat. Ezért engedd ki, hogy a Szent Szellem a az irányító központodat irányítsa. És figyelj oda a Szent Szellemre. Ne állandóan okos kütyüdet bizgentyűzzed, arra fordítsad a figyelmedet, hanem az Úr Jézusra figyeljél. És töltsél időt csak úgy az Úrral kettesbe. Édes kettesbe. Menjék ki a mezőre sétálni egyet, persze egy kicsit főszáratnak, belesülj egy mocsárba, de mehetsz aszfalton is, ott nem süllyedsz el. Az a lényeg, hogy töltsél időt az úrral, és vidd, vidd az úr elé, hogy mi az, amit, amit te rosszul csináltál, mi az, amiben segítségre szorulsz, milyen harcod van, milyen terhek nyomnak, mert sokszor úgy viszi az ördög bűnbe a hívőket, hogy nagy nyomás, nagy terhet rájuk helyez. Hosszú időre nyomás alatt tartja őket, és nem bírják cérnával, és valahogy a lelküknek valamik is örömet akarnak szerezni, és, és, nem az úrtól szerzik a szentélektől, hanem bűnös vágyak kielégítésével, pótszerekkel. De Isten nem, neked nem boldogság pótszereket akar adni, hanem magát a boldogságot. És maga a boldogság az Isten. A boldog Isten. És amikor az Istenel együtt jársz, akkor nincs szükséged neked se kábítószerre, se alkóra, se pornóra, semmi más idegen emberekkel való enyelgésre, nem neked, neked az Istenre van szükséged. És tudod szeretni azokat, akik ték, akik a tiéd az egyházban és a gyülekezetben nem a versengés vezet, a pozíció harc, a haszonszerzés, hanem az, hogy másikért tudjál élni. És aki első akar lenni, tudjon utolsó lenni. Mert aki első akar lenni, az utolsó lesz. És hogy ezért tudjál utolsó lenni, és akkor első leszel. És, és ezt azért is mondtam el, hogy jövétén ugye lesz az úrvacsora, hívjatok is testvéreket is. Hívjatok olyat, akik elmaradoztak. Mert amikor az úrvacsorát vesszük, és majd erről fogunk is beszélni, már nagyon rég volt úrvacsora, az, az is egy veszélyes, a túl ritkán van úrvacsora, de az is veszélyes, a túl sűrűn van hanem figyelni kell a Szent Szellem vezetésére. Mert Jézus megmondta, aki esz az én testemet, isz az én véremet, abban élet van, és én azoknál lakozom, és azokkal vagyok. Tehát az se, hogyha túl ritkán veszünk urvacsorát, de ha meg túl sűrűn, és csak ilyen szertartásszerűen, azért van olyan keresztény irányzat, hogy minden nap többször is van urvacsora, de annyi beteg és, és korai halott máshol nincs is, mint ott. Azért, mert sokan méltatlan leszik és isszák az úrnak a testét és a vérét. És ezért fontos ez a, erről beszélni, mielőtt úrvacsora lesz, hogy a gyümölcsöket néz meg az életedben. És hogyha vannak olyan gyümölcsök, amik rossz gyümölcsök, akkor azokat bánd meg az úr előtt is. Mondd meg az úrnak, uram, én harcolok ezzel a haraggal, ezzel a méreggel, de sajnos legyőz, időnként, és akkor utána meg már mások is becsúsznak, kéri bocsánatot az úrtól, Jézus vére meg fog mosni. És akkor úgy gyere jövő héten, hogy méltó módon veszed az úrnak a testét, az úrnak a vérét, és abból pedig olyan erőt fogsz meríteni, mint a, maga, mint a együtt ülsz és együtt vacsorázol vele és együtt, mint a megérinted az ő ruháját, és gyógyulások, szabadulások fognak történni. Mert ha méltó módon veszük, akkor meg nagyon nagy áldások vagyunk. Nagyon nagy áldás Jézus nekünk, és mi is Jézusnak. És Jézus, amikor tudta, hogy mennyit fog szenvedni, azt mondta, kívánva, kívántam veletek elfogyasztani a húsvéti bárányt. Pedig tudta, hogy most nem sokára őt fogják föltenni a keresztre. De mégis kívánta, kívánta, vágyva vágyta, hogy elfogyassza, mert, mert az a megváltásról szól. És most már túl is van ezen, úgyhogy hála az úrnak. Ő most is kívánva kívánja, amikor együtt urvacsorázik velünk. Kívánja, vágyja már, hogy mikor veszünk hitáltal urvacsorát. És nem csak akkor, amikor a kenyeret megtörjük, a pászkát, vagy a borat megisszuk a, a bort, és Jézus vérével közösségbe kerülünk, hanem amikor most is, ma is például az igét megosztottam veletek. Isten beszéde az élet kenyere. Jézus a testélet ige. És lehet, hogy többeteket sértett is az ige. Lehet, hogy fájdalmat is okozott. Tehát ilyen Isten igéje. Öl és elevenít. A benned levő rosszat ölje meg, és a jót elevenítse meg. És te se legyél magadhoz túl elnéző, hanem hogyha rosszat becsúszott az életedbe, akkor azt az igével szúrd át. Például amikor a Péter az első beszédét mondja az abcsal 2.37-ben, azt mondja az ige, hogy amikor ezeket hallották, szívükben megkeserettek, és azt kérdezték, mit cselekedjünk atyámfiai férfiak. És azt mondta nekik Péter, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szent Szelem ajándékát. És az a szó, hogy szívükben megkeseredtek, ott az a katonó szűmáj szó szereplő, hogy átszúródtak, mint amikor Jézust átszúrták a kereszten, a kezeit és a lábait. Átszegeződtek, és van úgy, amikor az ige átszúr benned egy rossz dolgot. Akkor ne no, azt mondod, jaj, jaj, ez fáj, én innen megyek, nem akarok az új emberemnek fájdalmat okozni, csak tovább csináld a disznóságaidat, nem is figyelünk erre az igére. Na akkor elmentél a megoldás mellett. De azt mondod, igen, ez fájt, de jobb is, hogy most fáj, mert Jézussal együtt oda szegezték az ellenem szóló vádiratot is. Jézussal együtt oda szegezték az ellenem szóló bűnlajstromot is. És Jézus vére megtisztít minden bűntől. Ezért én nem a magamé vagyok, hanem tiéd vagyok, Jézus. Igaz, hogy átszúrt engem ez az ige, de mit cselekedjek? Hát megtérek. Hát megkeresztelkedek. Hát szent szellemmel betöltek ezek. És utána a szellem szerint élek, akkor szellem szerint is járok. És nem a bűnös vágyaim irányítanak, hanem mit mond az ige, akit az Isten szelleme vezet, azok az Istennek a fiai. Nem a familiális szellem vezet, nem a kulturális szokás vezet, nem a testi vágyad vezet, hanem ki? A Szent Szellem, aki egy melléd rendelt védő ügyvéd. Egy pártfogó, egy segítő, egy vigasztaló, csodálatos személy a Szent Szellem. És az ő gyümölcsei is meg fognak jelenni az életedben, hogyha jó magukat vetsz az életedbe, akkor jó gyümölcsök fognak kinőni belőle. És ha a rosszakat meg ki kell gyomlálni, mert ugye biztos már dolgoztál a kertbe, hogy ott vannak azok a jó kis paradicsompalánták, paprika palánták, azokat te ültetted, de hát az a sok gyom, azt a szomszédból fújt át a szél. Azt onnan ki kell húzni, hogy a jó palánta ki tudjon fejlődni, és legyen belőle áldás a családnak. Ugyanígy a Szent Szelem gyümölcseit és a testnek a cselekedeteit össze kell hasonlítani, és ha van vegyesen az életedbe, akkor a jókat hagyd meg, a rosszokat megdob ki. Isten áldjon benneteket, és jövő várunk mindenkit szeretettel az úrvacsorai közösségre, és nagyon nagy áldást fogunk venni. Többen démonoktól szabadulnak, betegek gyógyulnak meg, áldások fognak jönni az életetekre. Úgy készüljetek. De már egész héten készüljél rá, imádkozzál, az úr világítsa meg az utadat, segítsen, és ha valami görbeség van benne, azt egyenesítsd ki, és menj tovább az Úrral. Menj el, Atyán, köszönjük háladás alatt a szeretetedet, jóságodat, kegyelmedet, köszönjük Úr Jézus, hogy Te szóltál ma is hozzánk, és tanítasz bennünket, hogy a mi templomunk, a Szentélek temploma, a mi életünk, a mi testünk, nem akarjuk, hogy kufároknak a barlangja legyen, nem akarjuk, hogy bűnös dolgok kiberohangáljanak a mi életünkbe, hanem neked szenteljük oda magunkat, Úr Jézus, te véredben megmosakszunk, megtisztulunk, és köszönjük, hogy te szent szellemed által vezetsz bennünket, és mi nem test szerint akarunk élni, nem szellem szerint, a Jézus nevében. Segíts benne, Uram! Ámen! Ámen az Úr áldjon! Mondja a testvérednek, testvérem, jó együtt követni az Urat veled! Gyere jövő héten is az Úr vacsorára!